Hello, szervusztok! Szóval kiderült az, hogy az előző két videót azt úgy toltam le, hogy csak a szám járt, és hát a hang az nem hallatszott. Ennek az volt az oka, hogy nemrég cseréltem gépházat, és elfelejtettem beállítani, hogy honnan szóljon a mikrofon, úgyhogy nem fogom megjavítani a másik két videót, nem lesz hangalámondásos, úgyhogy hang zene lesz, és kész. Meg látjátok, hogy tátogok. Ennyi, az már úgy marad. Viszont itt ebben a mostani videóban folytatjuk egy kicsit a rajzolgatást, és egy kicsit a felső rögzítő részt átalakítjuk abból a szempontból, hogy hogy úgy döntöttem, hogy szemből lesz a ventilátor, ami hűti a fejet. És úgy gondoltam, hogy ez lesz a tartó eleme. Mert így a legkönnyebb, talán. Úgyhogy ez fogja tartani a BL touch-ot is, meg a ventilátort is. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy ráhajítunk egy ventilátort. Amihez ugye az kell, hogy ezt itt egy kicsit még meg kell mókolni annak érdekében, hogy ez jó legyen. Mindenképpen. Úgyhogy hajrá. Lássuk. Újra. Ó, basszus, kulcsos se kell. És akkor most jön a ventilátor rész. 42x42-es négyzetet rajzolunk. Ez nagyjából megfelel a ventilátornak a méretével. Az ugye 40x40-es, de azzal most így nem foglalkozunk, hogy az csak akkora. Így. És akkor még csinálunk egy mérés, mert hogyha ez ilyen 40 körüli, nem emlékszem, mennyire állítottam, 41-re, akkor ezt szerintem átírom, ezt a szélességet, ami itt van, 42-ről 41-re, így, és akkor az azzal teljesen pariba lesz. És még arra vagyok kíváncsi, hogy nem vagyok rá kíváncsi, jó, akkor próbáljuk meg, hogy ez 2 mm-re legyen. Aha, nagyjából ez a jó állapot.
Nincs. Azt a minden, hogy bocsánat. Bocsánat mindazoktól, akiknek a dobhártyáját kitűszentem ezzel alkalommal. Azt mondja, hogy egyszer. És kétszer. Így. 21 millire legyen. Szuper. Jöhet a három, jöhet a négy tartófurata. Jó. Szuper. Én úgy gondolom, hogy ha ez 5 mm vastag lesz, az bőven elég erre a célra. Jó, és itt szépen tartja ezt. Ezzel nincsen semmi gond. Tökéletes, meg tudja fújni a legalsó hűtőbordát is. Nem kell különösebb megvezetést csinálni semmelyik részének sem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez lesz a legjobb megoldás ventilátor szempontjából. Ezt így elmentjük. Close and return. És akkor most jön az, hogy behívunk egy 50-15-öt. Behívunk egy 40-10-et, így van, 40-10-et, és behívunk egy BL Touch-ot. Így. Na. Kb. Ide. És akkor lássuk a medvét. Azt mondjuk neki, hogy szeretnénk, hogyha nem ez a fele, hanem ez a fele párhuzamos lenne azzal. Ez a fele párhuzamos lenne ezzel. Flip. Jó. És akkor ezzel meg vagyunk abból a szempontból, hogy most már egy irányban áll a holminkkal. De még nem jó helyen. Kell nekünk egy távolság. Méghozzá kell nekünk az, hogy ennek a tüskének a vége ettől a fúvókától mennyire van, 33-16-ra. Jó, ez azt jelenti, hogy ezt itt egyrészt elhúzzuk oldalra 2 mm-re, jogi, és lefelé pedig 33-16, 33,16-ból 4. Oké, dőt. Így. Tehát 4 mm-re lesz az ében a tüskénk. És még egy irány fontos nekünk, minél kevesebbet kelljen offsetelni. Az pedig az, hogy ennek a közepe, ennek a közepétől mennyire van, az 2,35. Úgyhogy ezt a kis holmit 2,35-tel elvisszük erre. Így. Így nagyon keveset kell offsetelni, és azt is
könnyedén meg tudjuk tenni. No, ezzel a BL Touch-nak a helyzete adott. Azon már nem kell gondolkodni, úgyhogy lehet hozzá csinálni tartót. A BL Touch tartóját a hátsó részre fogjuk felrakni, hogy a ventilátor külön leszedhető maradjon. Úgyhogy párhuzamos sík. Ezzel. Ide. Jó. És akkor kell nekünk az, hogy a másik modellről tudjunk levenni méreteket. Hogy azok a méretek olyanok legyenek, amik nekem megfelelőek. Jó, és akkor nincs szükségünk a külső átmérőkre. Ez volt a 2,8. És akkor szépen ráformázzuk a holmit. Ennek van a közepén is egy furat. Azt is megcsináljuk mondjuk egy 6-osra. Így. Close sketch. Legyen így 10 mm, hogy masszív legyen. És akkor erre a síkra alkotunk egy kicsit. Erre a síkra alkotjuk, nem? Erre a síkra alkotjuk. Szépen. Ezzel megvan a BL Touch-nak a tartója. Annyi extrát még csinálunk, hogy nem szeretem, hogyha a vezeték össze-vissza áll. Ezért a vezetéknek alkotunk egy tartót. Ami úgy fog kinézni, hogy ez most, hogyha egyenesen nézzük, akkor ez 2,25 mm, de annyi nem kell. 1 mm széles legyen. Á, ez így nem szép. Csináljunk neki valami szép tartót.
és alakítsuk ki, hogy hol legyen. Mondjuk itt. Ó, de jó, hogy ilyen szép szögben állunk. Close sketch. Párhuzamos sík. Ezzel. Oda. 44. 49. Na és akkor újra tábla. Így legyen mondjuk 7 milli, úgy meg 1,2. Mondjuk azt, hogy ez innét. Nulla. Ez innét. Szintén nulla. Mi az, ami nem kell? Az ez. Az nem lesz jó. Így. Odáig. Most lesz jó. Close sketch. Itt mi történt? Ez hogy került oda? Na jó. Ez legyen mondjuk egy 3 mm. Akkor 49-et vegyük vissza, mondjuk 29-re. Így jó. Ezt a fölösleget innét eltüntetjük. Jó, ezzel megvan a BL Touch tartó. Mire van még szükségünk? Aminek fixnek kell lennie. Az a tárgyhűtőnek a tartója. De ahhoz be kell fordítanunk az 50-15-öt is a helyére. Ami azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy ez a sík. Legyen párhuzamos ezzel. Jó. És szeretnénk, hogyha ez a sík még párhuzamos lenne mondjuk ezzel. Flip. Jó, ez egy fél siker. Már tudom, hogy nem jó, de fél siker. Végállás kapcsolót a lemez nyomja meg.
szuperállást találtunk. Ezt ki is használjuk, hogy ezt találtuk meg. Így. Méretezzünk egyet. Ennek a távolsága ettől. Egész 86, az azt jelenti, hogy ott van 14-ünk. 0,14-ünk, 2,014, van 2,14, így. Újra újabb méretezés, azt mondja, hogy ez a síkunk ettől 25-re. 2. Akkor ott hagyunk 3 mm-t, 25,2-3,2. Oké, akkor még 2 tizedet. Így. Ezzel a ventilátor bekerült a helyére. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt ismét el lehet kezdeni szerkeszteni. De hogy ezt mindig átfordítja. Ja. Nagyon gyűlölöm ilyenkor, amikor ezt csinálja a Solid Edge. Ezért bosszúból. Hát ezt lehet, hogy még kijebb húzzuk mindjárt.
egyszer annyira. Igen. Ne, ez meg eltűnt. De szuper. Zero thickness valahol. Hogy ez ott pont oda esik. És akkor most megszerkesztjük ennek a hosszát.
Aha. Újra megszerkesztjük a hosszát. Még mindig gondja van az erotikness-szel. Na hova csinál az erotikness? Most már nagyon kíváncsi lennék rá. Na mindegy, örülök ennek a 4 mm-nek is. Ezt itt azért átvágom rendesen. Hát az nem megy, hogy ne legyen kiukasztva itt, legalább itt. Ez hogy jött ki neked? Ez legalább a helyén van. Ezt 2 mm-rel előrébb kell hozni. És ez mit csinált? Bejebb vitte 2 mm-re. Nagyon helyes. Akkor 4-gyel. Hát lehet látni a kettő között, akkor ez lesz itt a hiba oka.
tökéletes. És akkor most adjunk neki egy kettes lekerekítést, és akkor ez egy más szuper is lesz. És akkor most szerkesztjük meg ezt. És nem engedik, mindig nem engedik, nem hiszem el. Ja, nem érdekes. És akkor kivágjuk belőle ennek az illeszkedőjét, az nagyjából egy ekkora holmi. 6x21. Így. Megvan a hűtőventilátornak a helye, leszámítva egy apróságot, amit mindig elfelejtek. Hogy a hűtőventilátornak van egy ilyen szarja, ami mindig beleakad a kifújó nyílásba. 2,5 mm széles. És legalább másfél milli magas. Így. Viszont van szabad 1,5 mm. Így.
van csinálva a helye. És ott is megvan. Ide alkotunk egy tartót. Jó is lesz. Két darab 2,8-as furatot, és még ide egy 2,8-as furatot. Ide. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy ez a furat ettől 3-ra. Az 23-ra. A 2 az 19-re. És ez szintén 3 millire. Jó. Szuper. Oké. Jó. És akkor a következő dolog, amit még csinálnunk kell. Az az, hogy ide azért vágunk bele egy nútot, hogy a levegő az mindenképpen jó felé tudjon haladni. Így. Szuper. Okay. Ezzel ez is megvan. Ventilátor tartó megvan. Teszünk rá két lekerekítést, csak hogy jól nézzen ki. Így.
annak a kábelei fel tudnak menni ott szépen. Jobb oldalt. Hát én ezt így teszem fel, akkor... Hát ez pont bal oldalra esik. Ejjjj. Kopatronos termisztor lesz ebben is. Na. Így valahogy. Hogy ez jó legyen, ahhoz még az kell, hogy ide kivágjunk bele egy helyet, hogy át tudjuk fűzni a vezetékeket. Egy 8 milli szer mondjuk 3 milli. Így. És akkor amik nem kellenek, azok ezek, ezek és ezek. Ez 9 millis legyen, 6 elég. Jó, adott így össze is nőtt vele. Szuper. Ez is megvan. És akkor ebből ki is vágunk egy szakaszt párhuzamos síkba.
Aha. Oké, itt följöhetnek a vezetékek, az meg is fogja tartani, nem engedi elmenni. Az ott a befér, az ott a befér, az ott átjön, csavarok elférnek.
Elméletben. Van rajta hely. Hova tegyem azt a ledet? Tegyem ide? Legyen. De egyébként legyen odafogatva. Simán csak bedugósan, nem lesz az szép. Csináljunk neki egy kis helyet. Mekkora ez a led? Ez egy standard 5-ös led.
És hogy ez a helyén maradjon.
Jó, hát ez a helyén van.
Na jó, igazából szerintem még egy kis cicamázás és gyakorlatilag készen van. Akkor csináljunk belőle egy mentést, nyomtatható legyen. Ezt a tapasztalás lesz, úgyhogy nem gondolt, hogy ezen feléljön ki, jól van. Ennyi. Jó, ennyi. Jó éjszakát. Sziasztok.